Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, akadémikus társaim, tisztelt jelenlévők! Az előadás címe talán kicsit furcsa, egy építészeti archetípusunk paraszháztól a romkocsmáig alcímmel rendelkezik, és tulajdonképpen alapul vettem a konferenciának az idézetét, és legyenek jelek címmel, és azt gondoltam, és ezt az előző három előadás is igazolt engem, hogy a kép és tárgyalkotásról rengeteg gyönyörű példát láttunk, ezekről bemutattak jeleket, sőt a mozgás is megjelent, hang nélkül egyelőre, én remélem, hogy ezt majd egyszer úgy is lehet látni, hogy hozzászól a zene, de viszont a téralkotásnak a jelei, amelyet néha észre se veszünk, hiszen a magunk köré épített térbe létezünk, és mégis ezek jelekkel bírnak felénk, azt nem tudjuk azonnal beazonosítani. És én erről szeretnék egy ilyen egyfajta szűk keresztmetszeten a lakhatásnak a történetén itt a Kárpát-medencébe végigmenni, és egy időutazást tartani ezen a, néha láthatatlan jeleken keresztül. Az előadás az ilyen tematikusan összeállított képekből áll, remélem érthető lesz ezeknek a sorozata. Tehát, ha én elkezdek visszafelé menni az időben, akkor ugye rögtön ott kezdődik már a lakhatásnak a funkciója, hogy van a letelepedett és a vándorló ember. Egyik a mezőgazdaság, másik az állattartáshoz köthető. Ha a Bibliához is visszamegyek, Káin is Ábelhez tudok eljutni, ahol ez a két funkció személyhez köthetően is megjelent. Erre két példát mutatok be, ugye ez a letelepedett embernek egy ősi lakóépülete Afrikából, illetve a vándorló ember gyakorlatilag ez az egyszemélyes mobilháznak egy fajtája, amire tevére szerelve utaznak a beduin törzsek. Nagyon fontos, mert a vándorlásból aztán később egyre inkább a letelepedés válik erősebbé, és gyakorlatilag ma már, mint vándorló életmóddal egyre kevesebbet találkozunk a földünkön. Az építészetnek sokak szerint, például Mezei Árpád is ide tartozik, két alaptípusa van. Ez a gondolat nagyon alkalmas a kiindulásunkhoz. Mikor az emberek maguk számára menedéket kezdtek keresni, ennek kétféle attitűdje alakult ki. Én elsősorban Európáról beszélek, de a gondolat nincs ellentétben más földrészek történetével sem. Az egyik mentalitás a meleg éghajlaton, a tengerparton élő emberé, akinek árnyékra és biztonságra van szüksége, és a menedék készítéshez rendelkezésére állnak az erdők. Ők a szülőházépítők, a kivágott fákat beleállítják a földbe, úgy, hogy azok fölmerednek az ég felé, ezekre lehet viszintes platót és ferdetetőt helyezni. A magatartás lényege, hogy az ember felállít egy tiszta, jelként is értelmezhető mesterséges szerkezetet, ami által az ereje, alkotóképessége, fantáziája világosan megjelenik. Ez férfias mentalitás, az alapvető gesztus, hogy én megépítem a magam házát. Az embereknek össze kell fogniuk, hogy az eszmét, az elképzelést megvalósítsák. Itt van egy kis ábra erről, hogy gyakorlatilag mint egy archetípus jelenik meg az úgynevezett szülőház építészet. A következő a barlangház. Ez a másik fajta menedék az északi hegyek között élő emberé, akinek elsősorban a hidegtől kell védenie magát, és a barlangban próbálja a túléléshez szükséges feltételeket megteremteni. Olyan helyet keres, amely őt védő burokként öleli körül, amely az ellenséges erőket kizárja. Az egész építészet történet két alaptípusa, tehát a szülőház és a barlang. Ez a két magatartástípus, a férfias, magát a környezet átalakításában megjelenítő, és a nőies, a környezettel, az gyengéd eszközökkel formálva azonosuló. Ez a kétféle magatartás inga mozgásként váltja egymást a történelemben, az építészet történetben is. Ha belegondolunk, mi is el tudjuk helyezni, hogy mondjuk a román stílus hova tartozik,
a görög építészet hova tartozik, a századforduló, tehát ezek ilyen színusz ábraszerűen jönnek elő, mint egy búvópatak, hogy megint tűnnek el. Abban az iskolából tanítok, mindig feladom a gyerekeknek feladatnak, hogy jelöljék meg azt az építészet történeti kort, amihez valamelyik jelzőt hozzá tudják tenni, és nagy biztonsággal mindig eltalálják, holott egyikből se lesz építész, nem is akarnak építészek lenni. Következő alapfogalom, mint archetípus, a hajlék. Ez tulajdonképpen a szóban is benne van, hogy hajlítom magam köré a teret, amiben lakni szeretnék. A hajlék műszaki szempontból vizsgálva lehet természetes, például a barlang, földbe vágy, mozgatható, a jurtasától is ide tartozik, vagy helyhez kötött és mesterséges. Emberhez való viszony alapján ideglenes, akár végleg magára hagyott, mozgatható és időszakosan váltogatott, például a hegyi kunyhónak a megjelenése. A következő kép, megyünk előre, László Gyula rajza, a mobil ház a jurta. Ez azért fontos, mert ha én eljutok majd a paraszházakig, annak a jurta, ez bármilyen furcsa, egy előzménye, mint hogy megjelenik itt például a Kárpát-medencében, ugyan kör az alaprajza, abszolút jól látható a beosztása, hogy a tűzhelye az milyen fontos. Egyáltalán, hogy ez egy nagyon szakrális épület is, azon kívül, hogy egy családnak, vagy több családnak egyszerre szolgál lakóhelyül. A jurtának két alaptípusa is van, én abból azt hoztam ide, mint belsőt, amelyben megjelenik a két ágasfa. Ugyanis ez később majd megjelenik a magyar paraszáznál is. Ezt az alaptípus, ez főleg a mongol származású jurtáknál van, a kazak például az oszlop nélküli a belseje, ott nem tartja a felső nyílás semmilyen szerkezet, hanem azt másféle rendszerben építették meg. Nagyon érdekes, hogy itt a Kárpát-medencében tulajdonképpen a jurtából, mint körből lett az első úgynevezett egysejtű ház, annak négyzet az alaprajza, ami már gyakorlatilag fix, saját helyen lévő épület volt, és a jurta is, és ez az egysejtű ház, ez tulajdonképpen évszázadokig párhuzamosan egymás mellett létezett. Tehát nem szűnt meg az egyik megjelenésével azonnal a másik. Tehát két életforma, itt a letelepedett és a vándorló még nagyon sokáig együtt élt egymás mellett. Itt van a úgynevezett egysejtű ház, vagy az egyszobás ház. Nagyon érdekes, hogy a szoba és a ház szót mindig tudjuk ugyanarra a helyiségre is használni. Tehát csomószor szobának hívták a házat, illetve a háznak a szobát is. Tehát ez magyar nyelv nagyon szépen tudta egymás mellé tenni. És akkor itt említem meg azt, hogy az ágasfa az megjelenik az egysejtű házban is, két darab, ugyanúgy, mint a jurtában, a ház két végén, az axiális, tulajdonképpen egy szakrális tengely két végén, és rajta ott van a gerinc vagy a taréj szelemen. Itt ezt a gerinc és taréj szót azt jegyezzük meg. Tulajdonképpen ennek az építő anyag felhasználása ennek a lakótípusnak az kicsit monolitikus, ugyanis vályokból, földből, nádból, tehát nem klasszikus építőipar anyagból építettek, hanem amit a környezetükben találtak, és ezáltal ennek a jellege kicsit inkább a barlangház felé közelíthető, hiszen ablakai sincsenek, fény az gyakorlatilag ott jön be, ha úgy építették meg, hogy a nyitott tűzhelyű kemence vagy tűzhely mellett, tehát fölülről, mint a jurtában. Ennek volt egy speciális válfaja, amikor ezt boronafalakból már megépítették, tehát fából, és ezt viszont tudták mozgatni, tehát ezt ökrökkel odébb is lehetett húzni, hogyha arról szó volt. Bizonyos korabeli okiratok alapján az adózás elől vonultak így az emberek egyik területről a másikra, megváltoztatták alakhelyüket. Itt jelenik meg először, itt még a házon kívül egyfajta nagyon, hogy mondjam, eléggé ilyen egyszerű előtetővel a pitar vagy a pitvar. Nem mindegyik egysejtű házunknál van ez, de már megjelent ennek az előképe. Ebből egyértelműen következik a két helységes, két sejtű ház, itt van az alaprajza,
Itt gyakorlatilag már kialakult az a bejárat, ami mindig a háznak a konyha-pita részébe történik, bármekkora is lesz később ez az épületünk, mindig egy bejárata van, és mindig ugyanebbe a helyiségbe érkezik, és ehhez kapcsolódik egy szoba, illetve hát itt már egyre, hogy mondjam, magasabb szintre emelik a tűzhely építésének a módját. Tehát itt már tulajdonképpen néhol ásatások bizonyítják, megjelenik a klasszikus kemence is, nem csak a nyílt tűzhely. De még ez is egy légterű, tehát mintha barlangként borulna fölém, nincs még benne fölém a kétsejtű házban. Szobakonyha kialakítással találkozunk itt. És akkor innen már egy lépés volt a maig is ismert klasszikus háromosztatú háznak a megjelenése, annyiban eltér még, amit mi annak gondolom, nincs tornác. A tornác még nem jelent meg, hanem konyha, pitar, kamra és a szoba. És gyakorlatilag évszázadokon keresztül így építettek az őseink. Itt már változatos az anyagfelhasználás, tehát a monolitikus anyagok helyett már megjelenhet, ha olyan van, a téglának bizonyos formája, vályog téglának, illetve a tetőfedés anyaga már nem csak kizárólag a nád és a zsup, hanem cseréppel is, tehát előre idézőjelbetett, tehát már, hogy mondjam, építőipari termékkel is lefették az épületet, és megtörtént a vízszintes lezárása a háznak, mert a padlástelet kihasználták, és itt jelent meg a mestergerenda először, mint a háznak a fő hoztengelyének a kijelölője. Itt jobban látszik ez a mestergerenda vonal. Ennek valamikor a mestergerendát idegnek is hívták, tehát ilyen néven is ismerjük. Erről tudni kell, hogyha újszülött érkezett, azt mindig úgy tették a mestergerenda alá, tengelybe, hogy keletre kellett nézzen, tehát onnan jött, és a meghaltakat mindig nyugatra fektették, amikor felravatalozták háznál, mert ő nyugat felé távozik el. Tehát ez benne van minden falusi. Tehát amiről Szem Adám György beszélt, hogy az emberek tudták komplexen kezelni a maguk világát, ugyanebben a házban ez egy kicsinyített változata, de születéstől a halálig egybe látták a világot a környezetükkel együtt. Nagyon fontos, itt egy helység marad már födém nélkül, mégpedig ez a füstölőkamra, ami tényleg úgy van megépítve, oda teszik be azt a sonkát, kolbászt, az az ég felé még mindig nyitott. Tehát ez a nyitottság ezeken a házakon továbbra is megvan, és megjelent a tornác, mint egyedi építészeti elem. Ha jobban belegondolunk, nyugat felé elég hamar megszűnik a tornác, mint építészeti elemnek a jelenléte. Már az osztrák falvakban sem nagyon van, és minél jobban megyünk Nyugat-Európába, az igazából a falusias beépítés is sokkal inkább egy városra hasonlít, mint nálunk. Tehát, és kelet felé is elég hamar megszűnik visszafelé a tornác. Tehát a tornác, én azt néztem ilyen földrajzi vetületből, gyakorlatilag Közép-Európától kifelé egy ideig tart, és fölfelé, meg lefelé is, tehát Lengyelországban van, és délen egészen addig van, míg a mediterrán éghajlat találkozik a kontinentális éghajlattal, tehát az éghajlat nagyon fontos szerepet bír az építészetben, és ez a speciális kontinentális éghajlat, ami nálunk van, ami télen nagyon hideg, klasszikus esetben nyáron nagyon meleg, ez speciális építészetet is kívánt, és a tornác erre gyakorlatilag az egyik legjobb elem, mint szélfogó, esőfogó, egyáltalán a korabeli szerintem a legjobb passzív ház, a tornácos ház volt, az más építőanyagokkal együtt. És ennek aztán különféle változatai is az idők során hozzáépülnek a házhoz. Most azért itt egy kicsit megállnék, mert egy gondolatot leírtam a falvakról. Tehát a letelepedett ember és a termőföld együttműködéséből jött létre a falu, majd a város. Ma a fejlődést a városok jelentik, de a megélhetésük alapja változatlanul az élelem és nyersanyag termelő falu maradt. Annak ellenére, hogy minden falu várossá szeretné válni, és lakosai a városokba igyekeznek, de ősi ellentmondás ez, és feloldását éppen a technikai fejlődés oldhatja meg a hagyomány megőrzése mellett. A falvak az ország területi lefedettségét jelentik. Ha kiürülnek, ott valami más fog megtelepedni,
gondolatjel ritkán az ország javára. Tehát meg kell őrizni a falvainkat is, bár tényleg a városokban történik ma már az. Tehát, hogy mondjam, 2005-ben volt azt hiszem először a Földön, hogy a városlakók száma túllépte a falvakban lakókét. Megfordult az a folyamat, ami több ezer évig ellentétes volt, ma már sokkal több ember lakik városban, mint falvakban, de a falvakat akkor is meg kell tartani. Tehát ez szerintem egyértelmű. Ez egyébként egy torockói kép esőben. Visszatérnék a tornácra egy pillanatra, tehát hogy Pitar tornác, ez évszázadokon keresztül történik az elterjedése, és tájegységenként változó. Ahogy említettem, ma is az egyik leggyakrabban használt építészeti eszközünk, elnevezése változatos, itt párat felsoroltam, gádor, a gang, itt majd előjön, hogy miért gangos bérház a bérház, a tornác miatt például, akkor ámbitus, hambit, ez főleg felvidéken használatos, név és falalja, tőtés. Majd a tornác gazdagabb változata, kódisállás és veranda. Ez ugye évszázadokon át, ahogy fejlődtek ezek a házak, ugyanabból az archetípusból egyre gazdagabbak lettek. A másik nagyon fontos elem a háznak a bejárat, ha nem a legfontosabb. Csak említettem, hogy csak az udvar felől van, bármekkor egy ház egy helyen lehet bejutni, és a többi helyiség is csak ezen közelíthető meg. Mindig a második helyiségbe, a Pitarba vezet. Itt csak egy gondolat, hogy az Ómagyar Mária síralomban pokol Pitara kifejezéssel már találkozunk, amiből a pokol tornácát is ugye le lehet vezetni. Tehát ez egy nagyon régi szó, ez a konyha Pitar tornáccal összefüggő nyelvemlékünk, ami egy építészeti jelet jelent tulajdonképpen. Mindig alacsony a szemöldök a bejáratnak, mindig lejjebb van, mint az ablak szemöldöke, hogy meghajoljunk és levegyük a kalapunkat, amikor belépünk a házba. Ez nem véletlen, nem kis növésűek voltak az eleink, hanem meg kellett hajolni, meg kellett adni a tiszteletet. És a tűzhely. Hát ez egy klasszikus kemence. A kemence és veremházakból fejlődtek ki a teljesen változatos elterjedésű tűzhelyek, kemencék Európa szerte. Az egysejtű kemencés ház egyébként Európában máshol is elterjedt, ez egy nem csak nálunk létező építési forma volt, viszont a továbbfejlődése az már csak a Kárpát-medencére igaz. Nagyon sok olyan kifejezésünk van, hogy családi tűzhely, ez az otthont jelenti. A lánykérés, háztűznézőbe mentek, hogy milyen az, amikor ahonnan én elhozom a jövendőbelit rendese. A legnagyobb szégyen faluhelyen az volt, ha valaki átment a szomszédba és parazsat kért, mert kialudt a tűzhely. Ezt inkább megpróbálták újraéleszteni, szóval ez, bocsánat, nagyon ciki volt, ha valahol kialudt a parázs, mert az nem jól lakott a házában, nem jól tartott a karban. Tűzhelyünkön tartottuk és neveltük a gyermekeinket, ez is egy nagyon szép, jelekkel teli kifejezésünk. Tűzhely a ház lelke. És a kemence még a kisvárosi bérházakban is feleltünk néhol-néhol, ahol már pedig egész más beépítéssel találkozunk. Most itt tennék egy kikérőt, Makovec Imre összegyűjtötte a ház szavait. Jól látszik a baloldali ábrán, hogy egy klasszikus tornácos paraszháznak az emberi testrész szavai megfelelnek. Gerinc, hajazat, héjazat, szemöldök, lábazat, mehetünk far, stb. Föl vannak írva, szárny, és hogy ez mennyire igaz, megrajzolta ezek alapján az ő általa tervezett házat, ez a jobb oldali, ugyanezekből a szavakból Makovec Imre világát idézi. Én több nyelvben megpróbáltam ennek a nyomaira bukkanni, hogy létezik-e, hogy az emberi testrészsel kifejezik-e a háznak a szavait. Eddig nem találtam, ilyet nem vagyok nyelvész, megmondom őszintén. Most Moszkvában volt Makovec Imrének egy kiállítás, és egy udmurt tolmácsunk volt, aki Udmurtiában született, nagyon jól megtanult magyarul, és ő mondta azt, amikor ezt a történetet elmeséltem neki, hogy az orosz nyelvben felfedezhetők ilyen szavak, ezt majd utána fogok nézni. Ez az első olyan információ, amit ilyen témában én kaptam. És akkor, ahogy ugye az anyagi lehetőségek is jobbak voltak, elkezdődött a háromosztatú házunk fejlődni egyszerű sorolás útján. Tehát még mindig ugyanaz az elv volt, csak ha több helységre volt szükség, azt egymás mellé
tettük, és a tornácról már önállóan be lehetett jönni gazdasági helységekbe, lakószobába, még mindig a konyha és pitar keresztül, és kialakultak szokásosan a melléképületek is, tehát ez egy klasszikus elrendezés, ahol az utca felé vagy egy nagyobb szoba került, vagy ha az olyan volt, egy üzlet. Itt már megjelenik, hogy kifelé árulunk is. Ez egészen a 20. század közepéig meglévő hagyományunk volt, illetve meglévő és élő, tehát ez nagyon fontos. Itt egy olyan rajz, amikor az L alakú beépítéssel kihasználom a Telek utcafronti hosszát. Nagyon fontos, hogy be tudjak jönni szekérrel, megrakott szekérrel, mert hogy itt hátul voltak a gazdasági épületek. Tehát ez a német sváb nyelv, a dufart, az ezt a célt szolgálta, hogy egyszerűen be kellett hajtani, de itt már két helységem is volt az utca felé, és ebből a második, ha üzletként funkcionált, akkor az volt az üzlet. Itt még az építés technológiához annyit, hogy ezek már itt ezzel a házfejlődéssel együtt megjelentek szakmák is, már jóval korábban, tehát amíg az egy- és kétsejtű házakat, vagy a régi háromosztatú házakat kvázi otthon építették, akik benne laktak, azok építették kalákába összefogva, itt már az az iparosok megjelentek, tehát itt volt kőműves, ács, burkoló, tehát a klasszikus, hogy mondjam, építőipari tevékenységek már szakmára lebomlottak, és akinek erre igénye és pénze volt, az már így építkezett. És aztán jön ennek a legutolsó formája, az U alakú beépítés, aminek az a lényege, hogy itt erről, a tornácról, vagy innen hátulról már több lakás is megközelíthető. Tehát itt már a belső két lakást, ami nem az utcára nézett, azt már bérlakásként kiadta a tulajdonos. Tehát ez tulajdonképpen a bérlakásnak egy archetípusa, hogy még földszintes a beépítésem, de már az itt négy lakás helyet kapott. Természetesen a ház tulajdonosé a legnagyobb és a leggazdagabban berendezett, de ezt már kiadta ezeket a belső lakásokat a tulajdonos. És itt van az, hogy a kemencét felváltja az asztalkemencés konyha. Itt ide rajzoltam be, amikor ez egy másfajta, hogy mondjam, szakrális központjává vált a háznak. A bejárat és a pitar vagy pitvar szerepe továbbra is ugyanott van. Tehát ez tartósan megmarad. És akkor megjelenik a kisvárosi bérháznak a típusa, ezt Lőcsén fényképeztem, még nagyon szűk az udvar, azt lehet látni, és megemelem gyakorlatilag a tornácos házat egy szinttel, és két tornácos ház van egymás fölött. De az elv ugyanaz, hogy egy közös lépcsőházról, ha fölmegyek, fönt a tornácról úgy nyílnak a lakásaim, mintha egy földszintes tornácos házba laknék, csak feljebb kerül. Tehát ez tulajdonképpen ez tényleg erre a térségre egy ilyen nagyon sajátos beépítési mód, hogy én a földszintet azt fölviszem az első emeletre, aztán majd később még tovább viszem. Ez a Szerb utcában egy jó példa felütásra, ahogy a városi bérház, ugye beindult a városiasodás, mezővárosok lettek, akkor ugye a mezővárosokban egyszerűen az ingatlan árak emelkedtek, nagyvárosok lettek, de az alapstruktúra még mindig ugyanaz a házépítésben. Itt is még jól látható, hogy mennyire szűk ez az udvar. Pont annyira szűk, hogy itt be tudott jönni még mindig a szekér vagy a ló, mert az udvar hátulján voltak az istálók. Tehát ezzel közlekedtek az itt ülő emberek, autó helyett lóval, azoknak kellett hely, tehát a hátsó fronton mindig istálló kocsiszín volt, ez a fogadóknál is így működött nagyon sokáig, tehát ez gyakorlatilag egészen a 20. század elejéig megmaradt, mint egy építészeti formálem, és itt leírtam a jellemzőit, hogy mi jellemző a klasszicizmusra és a romantikában kialakult, azikben gangos bérházakra. Mindig az utca felőli részen lakott a háztulajdonos, az első emeleten, tehát az volt az elegáns lakás, ott élt. A földszinten általában üzletek voltak, és egyébként befelé egyre kevesebb komfortfokozatú, de az alja a komfortfokozatnak
akkor is a három osztatú parasztház volt, tehát annál lejjebb nem ment a dolog. Érdekes, hogy csomószor mindegyik háznál külön kutat fúrtak, hiszen nem volt vezetékes vízhálózat, így biztosították a vízellátást is. És hát fafödém, kő, téglafal, megjelent itt már poros üvegfödém, tehát gyakorlatilag itt azok az építés technológiákkal találkozunk, amiből ma is állnak a bérházaink. Tehát itt már eljutottunk odáig. És megjelent a házban a horizontális és a vertikális szegregáció. Tehát ugye, ahogy mentem egyre följebb, ott egyre, hogy mondjam, tehát azok a lakások értek kevesebbet. Ugyanez már megfordult, mert ma mindenki a legfelső szinten szeret lakni, mert onnan tud tetőtérbe fölmenni. Ez a 20. századnak már egy következő lépése. De hogy viszintesen is és függőlegesen is eltérő lakástípusokat alakítottak ki, ugyanúgy tornácról nyílókat. Itt ez a Hajós utcában, hát ez egy gyönyörű kép szerintem. Szóval 6 szintig felépítették, és hát én ezt már talán nem is, ez emlékeztet arra a tornácra, amit a legelső tornácos képen, amikor egy szinten, de kőboltozatos tornáccal láttak el egy parasztházat, ez megy itt gyakorlatilag teljes magasságában fölfelé, nagyon szépen fel van újítva. És gyakorlatilag ezzel eljutottunk odáig, hogy ez a lakásfejlődés, ez a lakhatási fejlődés, az tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy egy időre abban maradt, mert aztán a 20. században másféle lakástípusokat kezdtek a városokban építeni. Én erről külön itt nem beszélni, tehát sem a panelprogramról, sem az egyéb társasházokról, mert nem a konferencia témája, de hogy visszatért aztán a 80-as években az igény erre a háztípusra, azt mi se biztosítja jobban, hogy Makovec Imre és munkatársai először Pakson, majd Sárospatakon csináltak olyan beépítési tervet, ahol gyakorlatilag itt több építéssel együtt dolgozva rajzolták ezt meg. Itt nem tudom, mennyire látszik a felirat. Bodonyi Csaba, Nagy Ervin, Ekler Dezső, Makovec Imre terveztek, meg Kravár Ágnes is, Sárospatakra egy épület együttest, amelynek itt van egy alap lakástípusa, amely lakó előtér konyha, és egy olyan tornác került elé, amely kellőképpen széles volt, hogy egy padot ki lehessen tenni, ki tudjon ülni a nyugdíjas háziúr, vagy bárki tudjanak beszélgetni, és mellette még el lehessen közlekedni, még a kerékpárt is el lehessen tolni. Viszont az alaprajzi elrendezése az őrizte a klasszikus lakó előteres konyhás pitaros háznak a földszintes változatát. És akkor itt látszik az utca felőli homlokzat, de hogy befelé a belső, ez szerintem fontosabb, hogy mennyire jó arányú épületek keletkeztek, és ez a köztereket is tulajdonképpen, avval, hogy ilyen épületek jelentek meg, egyszerűen élhetőbbé tették. Tehát kihatása volt ennek az építési módnak a körülötte lévő területekre is, tehát kisugárzott az épített környezet sokkal messzebbre, mint amennyi a valóságos beépítés. És akkor ezzel párhuzamosan, főleg Budapesten elindult az elszlömösödés ezeknek a bérházaknak. Ez itt a pesti belvárosunk, hát látszik, hogy még ma is sok ház van ilyen állapotban, és erre a válasz a 2000-es évek elején egy változás történt, amely egyébként megnövelte ma már, nagyon magas szintre emelt az ingatlanárakat, és újból kezdnek felütni, ez az úgynevezett romkocsmáknak az elterjedése. Nekem főleg ugye a gyerekeim járnak ilyen helyekre, de elmentem megnézni én is, hogy tulajdonképpen milyen egy ilyen romkocsma, és egyrészt ez nem hazai termék, ezt már a II. Világháború után Európában rendeztek be romos házakban, kiskocsmákat, vendéglőket, főleg Németországban, és az volt az elv, hogy régi használt bútorokat, tehát azokat a tárgyakat vigyék be, ami az ő hagyományukhoz és tradíciójukhoz köthető. És ez tulajdonképpen igaz a budapestiekre is, tehát itt nem jó modern dolgokat betenni, hanem régi bútorokat, egyedi, kézzel készített, hagyományőrző tárgyakkal kell ellátni ezeket, és tulajdonképpen egy újfajta dizájn is megjelent, tehát hogyha arról beszélünk, hogy a jelrendszerünk hogy él tovább, vagy tovább éle, akkor ez egy olyan fajta irány lehet,
Én úgy gondolom, amely mondjuk a kirakodó vásárféle irányzatnál egy kicsit pozitívabbat tud mutatni, hogy valójában mi ma a népművészet, vagy az élő népművészet, vagy a városi népművészet, mert én azt gondolom, hogy itt azért változások történnek, mert élő. Tehát, és ez egy jó példája ennek, főleg ha arra felé megyek, és ez a vége az előadásnak, hogy ez egy másik romkocsva, hogy egy bérházat hogy lehet közösségi térré tenni. Tehát ez már, hogy megnyitom az egymás mögött levőket, és kerten, zöld felületen keresztül kötöm össze, ezt közösen gondozzák a lakók, akik kinnélnek a tornácon, akik onnan le tudnak menni, van olyan például gazdasági udvar is van ebben, tehát gyakorlatilag visszatér egyfajta kézművesség, egyfajta új városi hagyományteremtés, tehát hogy igenis, vegyük észre, hogy körülöttünk ott vannak a jelek, és hasznosítsuk őket. Köszönöm szépen!